Az együttzenélés öröme a vajdasági magyar népi zenekarok és szólóénekesek találkozásának igénye hívta életre az Örökségünk elnevezésű koncertet, amelyet Óbecsén szerveztek. Megtelt az óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör nézőtere. Sokan voltak kíváncsiak a vajdasági magyar népzenekarok és szólóénekesek koncertjére. Az esemény két rendezője, Mészáros Gábor és Virág György szerették volna megmutatni, hogy mi az a mai, használatban lévő népzenében, ami a divat miatt került előtérbe, és mi az, ami a divat miatt éppen nem. Ez pedig a vajdasági tambura muzsika. Ezt próbálták minden színházi eszközzel megmutatni. A színpadon is szokatlan díszlet fogadta a nézőket. Árnyak körvonalazódtak a fehér anyag mögött, valamint a produkció közben a napszemüvegek is előkerültek a nadrág zsebből. Nem olyan könnyű egyébként egy népzenei koncertnek valamiféle koncepciót adni, hiszen hogyha színházi keretek közé szorítjuk, akkor az előadói számoknak a jelentősége nem úgy jut kifejezésre, mint ahogy kéne. Ezek előadói számok, tehát itt az a lényeg, hogy a zenészek hogyan zenélnek. Na most úgy, hogy ez is megmaradjon, meg a káposzta is jól lakjon, meg a kecske is megmaradjon, igen, ezt tudom, hogy fordítva mondják. Nyilván valami olyan megoldást kellett találni, ami nem zavarja a másikat. És úgy döntöttünk, hogyha két síkra osszuk a teret, tehát egy árny síkra és egy valódi síkra, akkor mi meg tudjuk mutatni azt, amit szeretnénk. A produkcióban 6 együttes közreműködött, név szerint a Szökős, a Csalóka, a Véka, a Juhász, a Pendergő, és nem utolsó sorban a házigazda, Fokos zenekar. Thank you.
fokos zenekarral Erdőszombattal itt muzsikáltunk, illetve ugye ami az egész koncertet illeti, gyakorlatilag bemutattuk az egész Kárpát-medence, az egész magyar nyelvterület zenéjét, igyekeztünk mindenhonnan csipegetni, ezzel is változatosabbá téve a repertoárt, úgyhogy Erdélytől a Kis-Magyarországon és a Fölvidéken át egészen a Dél-Alfölddel bezárólag. Mit jelent a fokos zenekarnak hazai színpadon zenélni? Hát mindig nagyon jó, ugyanis az ember nem felejti el soha azt, ahonnan talán elindult, ahol még kisgyerekként először állt színpadon, ugye táncsoporttal, énekcsoporttal, aztán ugye a zenekar is, amikor elkezdte a szárnyait bontogatni, akkor is ugye itt a kultúrkörben volt az első föllépésünk, ugye, illetve az első megmozdulásaink, ahol igazából zenekarrá értünk, hogy így mondjam. A produkciók során énekkel Szabó Anna Mária és Szerda Árpád működött közre. A műsor második felében a hat együttes vajdasági nagyzenekarrá alakult. Így értelmet nyert a koncert fő célja, hogy a zenészek együtt muzsikáljanak. A vajdasági nagyzenekar lényege, hogy minden zenész, aki a táncházi muzsikában aktív vajdaságban összejöjjön, közös erővel egy műsort állítsanak. Ebben a műsorban mindenki hoz számokat, és egy közös produkció születik. Most itt ugye az idei koncert során öt ilyen közös számunk volt. Ezek voltak igazából a nagy attrakciók véleményem szerint, hiszen azért 18-20-22 taggal nem egyszerű összepróbálni egy zenekari számot, még hogyha az népzenéről is szól, hiszen ugye a népzene mindannyiunknak az anyanyelve, tehát mindannyiunk nagyon jól ismeri ezt a népzenét, legyen az a Kárpát-medence bármelyik tája, és hát igazából ebből összerakni jó számokat, igazából az volt a kihívás. És én azt gondolom, hogy megállt a helyét ez a koncert, és jó kis számokat sikerült összerakni.
Mióta beszélhetünk a vajdasági nagyzenekarról, illetve hány együttes alkotja? A vajdasági nagyzenekar az egy elég régi történet, hiszen az őseink zenéje már 2000-es évek elején beindul, 2002-2003-2004-2005, igazából pontosan nem is tudom. Tehát a 2000-es évek elején jött össze először ez a vajdasági nagyzenekar. Szent Tamáson volt egy Őseink zenéje című koncert, ahol szintén összeálltunk, akkor még kevesebben voltunk, 3-4, maximum 5 zenekar volt. Most idén 6-7 is összeállt ebbe a formációba, sőt még jöttek különböző szólisták, akikkel együtt nagyon sokan voltunk fent a színpadon, és ez egy öröm mindenféleképpen, hogy egyre többen vagyunk, egyre többen tudnak itt Vajdaságban népzenével a színpadra állni. És ez nagyon fontos, hogy összeálljunk, rakjunk össze közös számokat, nagy élményt nyújtva ez a közönségnek, hiszen nincs minden nap erre alkalom, hogy ennyi zenészt egyszerre a színpadon lásson, és ezt az ilyen neked ünneppé kell tenni. A koncert előtt az érdeklődők az Óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör előcsarnokában megtekinthették Henich Tamás kutatóorvos, amatőr népzenész és fotográfus zenész portrék és egyéb pillanatok című fotókiállítását. Ezek alapvetően zenész portrék, többen közülük már nem nincsenek közöttünk sajnos. Egy része a Palackai zenekar, amit ma este is hallottunk a zenészektől. Egy repertoár, de vannak palotaszegi énekesek, zenészek, tulajdonképpen ez a zeme, amit most kiállítottam. Az estét hajnalig tartó táncház zárta, ahol a résztvevők új tánclépésekkel is gazdagíthatták tudásokat. A talpalávalót a fellépő zenekarok húzták. Az eseményt a Szekeres László Alapítvány, a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT és a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.